November 6-án tartották meg Budapesten a dr. Kalotai Kálmán emlékére megrendezett gyorsíró, gépíró, szövegszerkesztő, valamint beszédíró, gépíró országos bajnokságot. Hajnal Mária Erika, KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium 11. B-osztályos tanulója, tanuló első kategóriában a 11. és 12. osztályosok korcsoportjában versenyzett, ahol több dobogós helyezést is elért. Gépírásból 30 percen keresztül kellett írniuk a versenyzőknek, kaptak egy szöveget, és elvárás volt, hogy legalább percenként 250 leütést teljesíteni kellett, ami a bejutási szint. Nálunk ezt jócskán sikerült Erikának túl teljesíteni, közel 400 leütést írt percenként, ami így végül is a második helyre lett elég az ő korcsoportjában, de itt tudni kell, hogy 12-esekkel versenyzett együtt, és ő az idén került fel ebbe a korosztályba. Ezt követte a beszédíró gépíró feladat, melyben közel 15 percen keresztül kellett egy hangfájl tartalmát leírniuk a versenyzőknek. A hangfájlról az írás ideje alatt a felvétel gyorsítása, lassítása, leállítása, újrahallgatása és a szöveg szerkesztése engedélyezett volt. Tudni kell, hogy ezt tulajdonképpen a verseny előtti héten, a nevezés hetén kezdte el gyakorolni önállóan, és az addigi legjobb eredményét hozta. Ugye itt is 2000 leütésnyi szöveget kellett 10 perc alatt leírni, de ezt is jócskán túl teljesítette, tehát majdnem a felnőtt kategória nevezési szintét sikerült teljesítenie. A szövegszerkesztés versenyen egy kész szövegben kellett 10 perc alatt minél több javítást elvégezniük a versenyzőknek korrektúra jelek alapján. Itt feltétel az, hogy egy perc alatt legalább 30 ilyen módosítást kell véghez vinnie. Neki ebből 72-t sikerült egy perc alatt teljesíteni, tehát bőven itt is fölötte volt az ő kategóriájának a szintjében. Mivel Erika a bajnoki versenyen 3 versenyszámban is eredményesen szerepelt, ezért teljesítményét összetett bajnokságként is értékelték, ahol első helyet ért el. Hajnal Mária Erika elmondta, hogy a versenyt tudatos felkészülés előzte meg. Ügyvitelszakos tanulóként legtöbbször az iskolában gyakorolt, míg a beszédíró gépírást otthon végezte. A versennyel szemben nem voltak elvárásai, csupán szerette volna kipróbálni, hogy milyen eredményeket érhet el.